gombócból is sok, ahány vádemelés van már érvényben Donald Trump ellen, aki közben egyre jobban áll a felmérésekben. Felháborodott a Biden kormány ellenzéke a vízumszankciókon. Újra jön jel a Voyager 2-ről. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Lassan rekorder lesz Donald Trump, aki ellen 4 hónapon belül harmadszor is vádat emeltek, miközben a felmérésekben torony magasan vezet republikánus riválisaival szemben. Nem örül az amerikai jobboldal Bidenék vízumkorlátozásának. Behatolt a lengyel légtérbe 2 fehér orosz helikopter, Varsó bekérette a belarusz nagykövetség vezetőjét. Brutális reklám. Nem váltó műtéti hegekkel díszített cipőt alkotott egy brit cég. Van remény. Újra jön jel a Voyager 2-ről, miután téves parancs miatt megszakadt a NASA és az űrszonda közötti kapcsolat. Önök az augusztus 2-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a Hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Az ukrajnai háború híreivel részletesen is foglalkozunk háborúk hírei című új rovatunkban, amely minden hétköznap reggel jelentkezik itt a csatornánkon. Nézzük akkor mai témáinkat részletesebben. 4 hónapon belül harmadszor emelt bűnvádat az ügyészség Donald Trump ellen. A szövetségi ügyészség ezúttal a 2020-as elnökválasztás utáni hatalomátadással kapcsolatban állítaná bíróság elé a volt amerikai elnököt. Az igazságügyi miniszter által kinevezett különleges ügyész Jack Smith indítványa 4 vádpontot tartalmaz. Többek között az Egyesült Államok rovására bűnszövetkezetben elkövetett csalást és a hivatalos eljárás akadályozását. A vád szerint Donald Trump hamisan állította a 2020-as elnökválasztás után azt, hogy ő nyerte a választást, és állítása valótlanságával ő maga is tisztában volt. Továbbá a vádirat szerint 2021. január 6-án a tüntetések jelentette káoszt, a volt elnök arra próbálta felhasználni, hogy késleltesse a választások eredményének hivatalos jóváhagyását a kongresszusban. A 45 oldalas vádirat Donald Trump mellett 6 bűntársat említ, köztük a volt elnök jogászait és egy politikai tanácsadót, de neveket nem tartalmaz. Donald Trump az újabb vádemelést a választási kampányba való beavatkozásnak nevezte, a vádiratot pedig hamisnak. Közleményében azt a kérdést tette fel, hogy az ügyészség miért várt 2,5 évet, hogy vádat emeljen ellene a 2020 végén és 2021 elején történtek miatt. Azt írta, hogy az ügyészségi hatalommal való visszaélés történt. Trumpnak csütörtökön helyi idő szerint a délutáni órákban kell megjelennie a fővárosban, Washingtonban, a bíróságon, hogy hivatalosan ismertessék vele a vádakat. A volt elnök eddig minden bűnvádban ártatlannak mondta magát. Donald Trump jelenleg messze a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt aspiráns a republikánus választók körében a 2024-es elnökválasztásra. A New York Times közvéleménykutatása szerint a volt elnök tovább növelte előnyét Ron DeSantis floridai kormányzóval szemben. Ha a verseny kettőjük között zajlana, ma Trump 2/3-dal verné DeSantist. A felmérés szerint a választókat nem fogta meg a floridai kormányzó központi kampány érvei, miszerint esélyesebb kihívó Joe Bidennel vagy bárki más demokrata jelölttel szemben, mint Trump, és hatékonyabban is kormányozna. Még azok a republikánusok is, akik számára az ideológiai küzdelem, mint például a radikális woke ideológia veszélye fontos, inkább a volt elnököt részesítették előnyben. Összességében Trump 54%-kal vezet DeSantis előtt, aki 17%-kal áll a felmérésekben. És a közvéleménykutatás szerint egyetlen más jelölt támogatottsága sem haladta meg a 3%-ot. A támogatottsági adatokban mért jelentős hátrány mellett más aggasztó jelek is beárnyékolják DeSantis kampányát. A leggyengébben a republikánus párt törzsszavazói körében teljesített, a legalább 65 éves szavazók körében mindössze 9%-os, a főiskolai végzettséggel nem rendelkezők körében pedig 13%-os támogatottságot szerzett. A magukat nagyon konzervatívnak valló republikánusok 50%-pontos különbséggel 65-15 arányban Trumpot támogatják. A listán a további jelöltek egy számjegyű eredményt értek el. Mike Pence volt alelnök 3%-kal, Tom Scott szenátor és Nikki Haley volt kormányzó szintén 3-3%-kal áll. Mindez azt mutatja, hogy Trump még egy egységes ellenzéket is képes lenne legyőzni. Nagy kérdés ugyanakkor, hogy mikért alakulnak a Trumppal szembeni állami szintű és szövetségi vádak. A titkos dokumentumok ügyében a napokban az igazságszolgáltatás akadályozásának vádjával egy második pótvádat is kézbesítettek ellene.
Jelenleg azonban úgy tűnik, a vádak nem befolyásolják hátrányosan Trump republikánus párton belüli helyzetét, mivel a közvélemény kutatási előnye tovább nőtt. Nem örül az amerikai jobboldal Bidenék vízumkorlátozásának. Szerintük egy szövetségessel nem lehet így bánni, az amerikai kormány pedig foglalkozon inkább a déli határon beözöllő illegális migránsokkal. A reakciókat a Mandiner gyűjtötte össze. Nagy vihart kavart az Egyesült Államok tegnapi lépése, amelyben korlátozták a magyar állampolgárok vízummentességét. Az Amerikába való vízummentes beutazáshoz használható elektronikus utazási engedélyeztetési program, rövidítve ESTA, érvényesség ideje a magyarok számára 2 évről 1 évre csökken, és csak egyszeri használatra lesz érvényes. A Biden adminisztráció republikánus ellenzéke keményen elítélte a lépést. Ron Dayer, a Danube Institute vendégkutatója és a The European Conservative szerzője ironizálva úgy fogalmazott, most, hogy a Fehér Ház ellenőrzése alá vonta az USA déli határát, foglalkozhat a valódi veszéllyel, egy NATO szövetséges országból származó emberekkel, akik nem hajlandók magyar gyere ide takarodjat játszani Joe Biden számára. A Counterpoint Institute republikánus kutatóintézet állásfoglalásában azt írja, Biden 7 millió embert enged be ellenőrizetlenül a déli határon, de megbünteti Magyarországot, hűséges NATO szövetségesét azért, mert nem támogatja eléggé az ukrán-orosz háborút és az LMBTQ-t. Sohrab Ahmari, a Compact magazin alapító főszerkesztője, az American Conservative segédszerkesztője, a New York Post vélemény rovatának volt szerkesztője szerint a lépés kegyetlen dolog egy szövetségessel szemben. A New Yorki Fiatal Republikánus Klub pedig leszögezi. A magyarok, különösképpen azon magyar nemzetiségűek, akiknek közösségei Magyarország jelenlegi határain kívül találhatók, nem jelentenek fenyegetést az amerikaiakra. A magyarországi amerikai nagykövet egy álszent hazudozó, aki ezt a politikai agressziót biztonsági szükségszerűségnek állítja be. Ez azonban nem az, ez kollektív büntetés. A republikánusok a nemzeti megújulásért elnöke, Mark Ivanjo hosszú állásfoglalást adott ki, amely szerint a magyarok a Biden rezsim általi megbüntetéséről szólt. Ivanjo leszögezi azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok a regnáló korrupt demokrata rezsim alatt példátlan lépést tett ideológiai ellenfelével Magyarországgal szemben, amikor korlátozta a magyarok vízummentességét. Szerinte az, hogy ennek okaként biztonsági szempontokat citáltak, ironikus és átlátszó valótlanság, hiszen ezt a kormányt nem érdekli a szigorú identitás ellenőrzés azon milliónyi illegális bevándorló esetében, akik átözönlöttek a déli határunkon. Úgy látja, a biztonsági okot hamis ürügyként használják arra, hogy megbüntessék Magyarországot azért, hogy erősen kiáll Istenért, hazáért, családért, és megvédi gyerekeit a radikális LMBTQ ideológiától. A Biden kormánynak azt javasolja, foglalkozzanak inkább a példátlan mennyiségű ellenőrizetlen illegális migránssal, akik előzönlik a déli határt, és közvetlen biztonsági kockázatot jelentenek Amerika népe, kivált kép a munkásosztály számára. Magyarországgal kapcsolatban pedig arra szólítja fel őket, hogy földrajzi helyzetére és az ukrán menekülteknek nyújtott segélyekre tekintettel az Egyesült Államok jobban tenné, ha inkább erősítené Magyarországhoz fűződő kapcsolatát. Zárásul megjegyzik, a republikánusok a nemzeti megújulásért teljes mértékben elutasítja a kormányzat ideológiai háborúját Magyarország ellen, egy olyan szövetséges ellen, amely kiáll népéért, előtérbe helyezve azt a globalista elit érdekeivel szemben. Behatolt a lengyel légtérbe 2 fehér orosz helikopter. Bekéretik a varsói Fehér Orosz Nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét a lengyel légtér megsértése miatt, közölte a lengyel külügyi tárca. A lépésről a lengyel kormány Nemzetbiztonsági és Védelmi Bizottsága ülésén döntöttek. A testületet kedden Marius Blaszek nemzetvédelmi miniszter hívta össze azon információk miatt, hogy a lengyel határ közelében gyakorlatozó fehér orosz erők légieszközei kedd reggel megsérthették a lengyel légteret. A lengyel nemzetvédelmi tárca keddesti közleménye szerint a bizottság megerősítette, hogy a lengyel légtérbe 2 fehér orosz helikopter repült be. Magáról a gyakorlatról a fehér orosz fél korábban már tájékoztatta Varsót. Az incidens miatt Blaszek a lengyel fehér orosz határon szolgáló katonák létszámának növelését rendelte el, valamint többlet erők és eszközök, ezen belül harci helikopterek odacsoportosítását. A történtekről Varsó tájékoztatta a NATO-t is. Brutális reklám. Nem váltó műtéti hegekkel díszített cipőt alkotott egy brit cég. Nagy felháborodást keltett az, hogy a Dr. Martens legújabb cipőjén szivárvány és egy nem váltó műtéten átesett női alak látható.
az új cipő dizájnját egy magát homoszexuális művésznek valló ember alkotta meg. Az alkotó célja az volt, hogy a mell eltávolító műtéten átesett női alakkal a befogadást, a társadalmi szerepvállalás erősítését, a feminizmusról szóló diskurzus megteremtését és az LMBT csoportot jelenítse meg. A cipők hátuljára a Queer Joy, vagyis homoszexuális örömfelirat került. A terméket nem árusítják az üzletekben, de a cég nyereményjátékot hirdetett a közösségi oldalán. Sokakat azonban felháborított, hogy a Dr. Martens a nemváltást és az ahhoz kapcsolódó visszafordíthatatlan orvosi beavatkozásokat reklámozza és népszerűsíti. Hasonló lépést tett Nagy-Britannia legnagyobb kávéházlánca is. A Costa Coffee egy árusító furgonjának az oldalára festett fel egy kékhajú, rövidnadrágos, rúzsaszájú alakot, akinek melleltávolító műtétje volt, és látszanak az emiatt maradt hegei. Hasonló lépést tett Nagy-Britannia legnagyobb kávézó lánca is. A Costa Coffee egy árusító furgonjának az oldalára festett fel egy kékhajú, rövidnadrágos, rúzsaszájú alakot, akinek melleltávolító műtétje volt, és látszanak az emiatt maradt hegei. Az új dizájn sokaknál kicsapta a biztosítékot, hiszen olyan orvosi beavatkozás nyomait reklámozza a vállalat ezáltal, amelyet daganatos betegségekben szenvedő nőknél végeznek el. A közösségi médiában egyre többen fogadták meg, hogy bojkottálni fogják a kávéházláncot a betegségből felgyógyult nők iránti szolidaritásból. A Costa Coffee úgy reagált a kritikákra, hogy a befogadást és a sokszínűséget hirdeti a rajzal. Van remény, újra jött jel a Voyager 2-ről, miután téves parancs miatt megszakadt a NASA és az űrszonda közötti kapcsolat. Megszakadt a kapcsolat a NASA és a Voyager 2 űrszonda között egy téves utasítás miatt, idézte a BBC hírportálja az amerikai űrkutatási hivatalt. Viszont sikerült tegnap a jelet észlelni, ami alapján az űrszonda, úgymond egészségi állapota továbbra is jó. A Voyager 2 űrszonda egy téves parancs miatt 2 fokkal elfordította az antennáját a Föld irányából, amelynek eredményeképpen képtelen parancsokat fogadni vagy adatokat küldeni. A NASA abban reménykedik, hogy októberben, amikor az antenna megint alaphelyzetbe kerül, a kommunikáció is automatikusan újraindulhat. Az űrszonda július 21-e óta képtelen utasítást fogadni vagy információt küldeni a NASA mélyűri hálózata számára, és a földi irányítóktól sem kap parancsokat. Mindezek ellenére még nem veszett el minden remény a csaknem 46 éve kutató űrszonda számára. Az űrkutatási hivatal közlése szerint Ausztrália fővárosában, Canberrában próbálják antennával befogni a Voyager 2 elszórt jeleit, de legalább 18 óra szükséges ahhoz, hogy az űrszondáról egy jel eljusson a Földig. A NASA bejelentette, hogy észleltek egy jelet, amely a Voyager 2-ről érkezett, és ez megerősítette azt, hogy az űrszonda úgymond egészségi állapota továbbra is jó. Amennyiben a próbálkozások nem bizonyulnak sikeresnek, a Voyager-t úgy programozták, hogy évente többször visszaálljon az eredeti helyzetére, és antennáját újra a Föld felé irányítsa. A következő visszaállítás október 15-én történik, amely a NASA szerint lehetőséget adhat a kommunikáció folytatására. Arra számítanak, hogy az űrszonda időközben a számára kijelölt pályán marad. A Voyager 2 több mint 19,9 milliárd kilométerre található a Földtől, és becslések szerint óránként 55 ezer kilométeres sebességgel száguld a csillagközi térben. Amelyek elhagyták a naprendszert és a helioszférán, a naprendszer űrből érkező sugarakkal szembeni első védővonalán kívül működnek. 2018-ban, valamint 2012-ben érték el a csillagközi űrt. A szondákat azzal a céllal hozták létre, hogy a naprendszer külső bolygóinak ritka, körülbelül 176 évente előforduló együttállását kihasználva a Jupitert és a Szaturnusz tanulmányozzák. A Voyager 2 az egyetlen olyan űrszonda, amely elrepült a Neptunusz és az Uranusz mellett, a Voyager 1 pedig, amely 24 milliárd kilométerre van a Földtől, az emberiség legtávolabbi űrhajója. Mindkét űrszondán elhelyeztek egy adathordozót a Föld hangjaival, képeivel és üzeneteivel, hogy világunk történetét megosszák a Földön kívüli civilizációkkal. Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma mai adásában. Holnap is várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 41 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel.
Előre is köszönünk minden felajánlást és természetesen a megtekintéseket is. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!